Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Breyer Ádám és Körösényi Dániel, a hipnózis halottja. Hatodik rész. A pesti napló! A halott médiumot az egyetlen rökös! Az osztrályák sógora felbújtó! A pesti napló a voncolásról! Itt a pesti napló! Kedves Volgács gróf, üdvözlöm! Örülök, hogy visszatért. Vizsgáló bíró úr, állok rendelkezésére. Köszönöm, hogy ide fáradt. Ez természetes, kérem. Hogy sikerült az üzleti útja? Köszönöm kérdését. Ez meglehetősen sikeres volt, hál' Istennek. Kis Kisasszony, elkezdjük. A tanú Forgács István gróf, dátum 1894. szeptember 26-a Nyíregyháza, a Törvényhatósági Akadémia. Gróf úr, nagyjából pontos képet kaptam a Tuzséri tragédia részleteiről, azonban szeretném meghallgatni az ön tanúvallomását is ebben a kényes ügyben. Kérem, nagyon szívesen. Az ominózus este minden ízében megfelelt a korábbi hasonló esték történésének. A társaság összegyűlt, szerény vacsora várt minket, de ez senkit nem zavart, hiszen mindenki a szeánszra volt kíváncsi. <tosz> Talán Szerémi grófnőt leszámítva. Szerémi grófnőnek ilyen jó az étvágya? Hát? Szerémi grófnő minden ilyen estére enné érkezik. Mint egy diák, napokat teszik szerdánként nálunk. Finoman fogalmazva, most nem engedheti meg magának, hogy szakácsot tartson. így ki van éhezve az ízekre, de el nem mondja, hogy ezt tőlem tudja, mert nagyon mérges tud lenni. Számíthat a diszkréciumra, gróf úr. Beszéljünk is inkább a, a szeánszról. Hogyan zajlott? Hát kérem, ezt most így hirtelenjében nem is tudom megmondani. Ott volt, ha nem tévedek. Persze, igen, igen, igen. De igazság szerint nem kedveltem soha az ebből látványosságot. Akkor kérem, mondja el, mit tapasztalt? Ja, hogy is mondjam? Szörnyű volt. A hipnotizőr elaltatta Elzát, aztán a testvére hogy létéről kérdezgette. Ez a nagyon különös dolgokat mondott, csupa latin kifejezésekkel ecsetelt annak a szerencsétlen betegnek a hogy létét. Az egész este olyan volt, mint egy szörnyű rémálom. Kiderült Neokomúr testvéréről, hogy tüdőbajban szenved és, és haldoklik. Uh -huh. Azután ez a felkiáltott, vagy inkább felsikoltott, és Összeesett, a két orvos odarohant hozzá, és élezgetni kezdte. Hogyan no, élezgették? A, a szívét masszírozták, és adtak neki valami injekciót talán étert. Ez a kisasszonynál ezek a próbálkozások semmilyen eredménnyel nem jártak. Nem, meg sem otszant. A társaság hogyan reagált erre a tragikus eseményre? Nem pontosan értem, hogy mire gondol. Hát ugye a jelenlévők mit reagáltak ekkor? Ugye, Ragasi és Józsa a doktor Elzához rohant, és lefektették a földre, majd próbálták életre le. Igen, ezt már mondta. És a többiek? Nem is tudom. Annyira megrémültem, hogy mozdulni sem bírtam. De mit csinált Salamonti vadar? Ő is oda rohant Elzához, de hagyta, hogy a doktorok végezik a dolgokat. Ált csak fölöttük, és tördelte a kezeit. És a többiek? De nem tudnám megmondani. Jó, a felesége hogyan reagált? Na, keresztet vetett. Úgy hiszem, aztán a fehét a kezei közé temette. És Jungelfeld báróné? azt hiszem, felsikoltott, aztán elájult. Biztos ebben? Nem tudnám pontosan megmondani, kérem. Mi csinált Jungelfeld báró? Ő nem volt a szobában, úgy emlékszem, Kiment szivarozni, mm -hmm. ő sem kedveli a szeánszokat. És szerény migrófnő? Ő elszendergett már a hipnózis elején. Azt gondolom, hogy a, a szugesszió és a liumájás kroket rá is hadhatott. Értem, de mit csinált a hipnotiző? Ja, ne okom. Más hipnotiző is volt ott? Nem, természetesen nem volt. De, 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 bocsánat, nem tudom, nem, nem. De, de, nem tudom, hogy ő mit csinált. Jó napot, nagyságos asszonyom. Loholtam, ahogy tudtam. Kérem, hívjon csak szerémi grófnőnek. Késve kaptam meg az üzenetét. Mindegy. A lényeg, hogy itt van. Olyan történetet mesélek el önnek, amelynek következtében holnap mindenki az önök újságját fogja olvasni. Hallgatom, nagyságos asszonyom. Szerémi grófnő. Igenis. Szóval mi történt, szerémi grófnő? Elveszítettem a pört. Hát ez igen sajnálatos. Az a maga barátja, az a vizsgálóbíró, az is eladta magát a salamonoknak. Ugye, önt még nem vették meg? <laughs> nem tudok róla. De ami a lényeg. Itt az ideje, hogy megtudja a nagy nyilvánosság, hogy milyen emberek ezek a salamonok. Itt az ideje kiteregetni a szennyest. De hogy is kapcsolódik ez a hipnózis halottjához? Teljes mértékben ugyanis magával a hipnózis halottjának családjával voltam pörben. Maga azt hiszi, hogy ezek rendes nemes emberek, fenkölt élettel és kiemelkedő morállal, de nagyon is téved. Ördögtől valók ezek, és ezt be is fogom önnek bizonyítani. Olvassa csak el ezt a levelet, ami ma érkezett az ügyvédemtől. Tisztelt Szerémi grúfnő, ezúton értesítem a sajnálatos hírről, hogy a pört Szerémi kontra Salamon 1894. szeptember 25-én a bíróság lezárta. A döntés értelmében fellebbezési joga nincs, kérvényét a bíróság elutasította. Dr. Keresztúri Ignác Nyiregyháza. Hallatlan, ugye vár? Hallatlan. Nagyon sajnálom, grófnő. Azt akarom, hogy írja meg a holnapi újságban. Feltétlenül, grófnő, de pontosan mit is? Ezek túl sem adtak vissza, hogy egymást tönkre A Nézze csak meg szegény Eleonórát. Az a kígyó húga, ha nem halt volna meg, teljesen tönkretette volna. Ezt hogy érti kéne? Mindenki tudja, hogy Eleonórát zsarolta Elzácska. Az apja úgy táncolta, hogy a nő fütyült, és ez a kész volt a vagyonból teljesen kiforgatni a nővérét, ha az nem segít neki a szeánsz során össze-vissza hazudott látomások alátámasztásában a kis ördögfattyának Tuzsér nem volt elég, ő világsikert akart, gondolatban már a Pozdámer kabaré, a Comedy Frances és az Albert Hall színpadának deszkáin produkálta az álszuggesziót. Eleonora és Neukom intim kapcsolatát is ezzácska találta ki. Pregykákat terjesztett mindenkiről, nem tisztelt a senkit, főleg az apját nem. Eljátszotta a haldoklót, közben kutya baja sem volt de hiszen meghalt. Ez engem is meglepett. Bizonyára hiba csúszott a számításába. Vagy a hírnévét cserébe még meghalni is képes volt. Ezek a salamonok, ha egyszer a fejükbe vesztek valamit, akkor attól nem tágítanak soha. Ha nézze meg ezt a pört, kérem. Világos, mint a nap, hogy nekem van igazam. Nekünk a címerállatunk aranyoroszlán. Az övéké meg ezüst szarka többet nem is mondok. Honnan tudja, hogy Eleonóra segítette a látomások alátámasztását? Nekem maga Eleonóra mesélte el részletesen az egészet. Az én segítségemet kérte abban, hogy beszéljek az apjával Elzáról. De az öreg pont olyan volt, mint a lánya, nem hallgatott senkire. Más jellegű kérdés, Szerimi Rufnő. Mi igaz abból a plegykából, hogy Jungelfed báró elkártyázta a vagyonát? osztrák nemesek nem kártyázzák el a vagyonukat. Ez magyar módi. Főleg Bridgen nem, az már bizonyos. És neukom? Mi van vele? Akkor ő állhatott az összeesküvés mögött? Á, annak fogalmas itt semmiről. De ő neki elég volt, hogy azt higgye, zseniális hipnotizőr. Ha én kútfúró lennék, én is szívesen elhinnék akármit, higgye el. Sajnálom is egy kicsit, ha ez mind kiderül, az a férfi a tiszának megy. Elnézést, grófnő, de egy dolgot furcsállok. Amikor először beszéltünk, akkor ön még elég sarkosan fogalmazott Eleonóra bárónéról. Most meg úgy tűnik, hogy ő itt a legnagyobb áldozat. Az áldozat én vagyok? Olvasta a levelet a pör kimeneteléről? Eleonóra meg megy vissza Bécsbe, és heti háromszor eljár majd bálba, vissza a pesgőt, eszi a koki szenzsákot én meg ehetem forgácsék száraz kuglófját minden szerdán. Az faktum kérem, hogy akármit csinál az ember, a végén úgyis a salamonok nyernek. Kérem, kisasszony, jegyezze le, 1894. szeptember 26-a Nyíregyháza Törvényhatósági Akadémia. A tanú neukonferenc. Szeretnék bocsánatot kérni, hogy nem álltam azonnal az igazságszolgáltatás rendelkezésére, de az ominózus este után olyan melankólia és hitevesztettség fogott el, hogy képtelen voltam bárkivel is beszélni. Tudom, hogy a hipnózis csak jó hatással volt ez a kisasszonyra, és valódi felelősség nem terhel. Önmagamat hibáztattam. Sokat gondolkoztam Elza utolsó szavain, és sajnos a legrosszabb tényleg eljön. Hiába készül rá az ember. Nem kis fejtörést okozott számunkra, hogy miért és hova távozhatott. Jelentős mennyiségű terhelő információm gyűlt össze, de természetesen nagyon is örülök, hogy végre személyesen itt van, és így alkalma nyílik tisztázni mindent, ami felmerült ön ellen. Nekem nekem mindegy, hogy hiszen nekem vagy sem. A tudományba vetett hitem hiába maradt meg, ha az élet úgy hozta, hogy nekem már nem lehet hozzá további közöm. Mire gondol? Eldöntöttem, hogy soha többé nem hipnotizálok. Ha. És hol volt ez alatt az idő alatt? Pozsonyban egy barátom lakásán kitűnő választás volt a mostani lelki állapotomhoz képest. Épp kanyarójárvány szedi áldozatait a városban. Én is olvastam a mai naplóban, borzasztó egy állapot, de amondó vagyok, hogy térjünk rá a Salamon Elzával való kapcsolatára. Kérem, mesélj el, hogyan találkoztak először? Amit gondolom tudja, én kútfúró vagyok. Salamon birtok közvetlen közelében dolgoztunk, amikor futár érkezett és jelezte, hogy a Salamonok szeretnék, ha meglátogatnám őket. Én természetesen arra gondoltam, hogy náluk is egy kútfúrási feladat vár, de kiderült, hogy hipnotizőr hírem megelőzött. Bemutattak Salamon vadarnak, aki beavatott abba az áldatlan helyzetbe, amelyben lánya volt. Migré -rohamok, rosszul létek és soha nem nyugvó belső fájdalom gyötörte. Arra kért, hogyha tudok, segítsek. Félve, de megpróbálkoztam a hipnózis erejét segítségül hívva a szuggeszióval. Ez a kisasszony új reagált, mint még, még soha egyik páciensem sem. Magától értetődő összhang volt közöttünk. A történtek után is úgy gondolja, hogy a hipnózis bármennyire is gyógyító hatással volt ez a kisasszonyra? Ön minden kérdésével ítélkezik, pedig én ezeket a kategóriákat nem ismerem. Én a hit oldalán állok, ahol a kíváncsiság és a remény azok a hívó szavak, amelyek útbaigazítást adnak arról, hogyan működünk. Nem tudom, hogy segítette a hipnózis, de hiszem, hogy igen. Hiszem, hogy Salamon sorsa ugyanígy alakult volna, de ki tudja, hogy a szuggeszió alatt felfedezett jelenségek a jövőben hány embernek segítenek majd? Ön ne haragudjon meg a skeptikusságom miatt, de én képtelen vagyok kizárni azon véleményeket. Hozzáteszem, olyanok véleménye ez, akik részt vettek a szeánszon, és igenis valószínű, hogy a szeánsz alatt tapasztalt szuggeszív látnokság nem volt hiteles, és egy szerepet játszott csak ez a kisasszony azért, hogy kiélvezhesse a hírnével járó figyelmet. Ha ez így van, akkor engem is megtévesztett, és akkor én nagyon rossz emberismerő vagyok. Ha már elkezdtem a fekete levest, folytassuk a vádakkal. Igen, hallgatom. Felmerült egy plegyka, amely így vagy úgy, de erősen árnyalja az ön neutrális hozzáállását az ügyhöz. Mégpedig? A rossz nyelvek szerint ön és Eleonóra asszony intim kapcsolatot ápolt, melyről Jungelfeld báró is tudomást szerzett ezek valóban csak rossz nyelvek, és nem hinném, hogy bármennyire is kapcsolódik -e ez a kisasszony tragédiájához. Ezt nem magának kell eldöntenie, de ezek szerint nem tagadja. Igen, is tagadom. És a továbbiakban erről a képtelenségről nem kívánok beszélni, ugyanis bármit gondol ön, téved. Hát hogy de nagyon is gondolok valamit. Biztosra veszem, hogy arról is tudomása, hogy Salamon Tivadar végrendeletében úgy rendelkezett, hogy halála esetén elzára szálljon a birtok. Nem. Ebből mi következik ön szerint? Természetesen, hogy Eleonóra asszony volt az, akinek igazán érdekében állt, hogy ez a kisasszonyt eltegye az útból, és ebből a szempontból felettébb gyanús az önök kapcsolata. A mi kapcsolatunk nem létezik a valóságban. Tudja, az, hogy eltűnt, és nem állt a rendelkezésünkre, nagyon meg fogja nehezíteni az önhelyzetét egészen az ügy lezárásáig, és tovább. Igazság szerint az emberek nagy része soha nem fogja elhinni, még ha be is bizonyítja tudományosan, hogy nem a hipnózis ölte meg ez a kisasszonyt. Egyelőre el kell ismerjem – én sem látok más magyarázatot a lány halálára, mint hogy szervezete nem bírta a szuggeszió megterelő hatását. Gyilkossággal vádol? Egyelőre nem vádolom, csak megosztottam önnel a gondolataimat. Nyílt kártyákkal kívánok játszani abban a reményben, hogy cserébe ön is nyíltan beszél majd nekem. Én mindig is nyíltan beszéltem. Akkor kérem, mesél részletesen a szeánszok és a kezelések közti különbséget. Szigorúan gyakorlati szempontokat figyelembe véve, és a hipnózis mi bellétének, valamint a tudományos terminus technikusának megtartásával... Bocsánat, úgy mondja kérem, hogy meg is értsem. A két eljárás között semmi különbség nincs. Ezt hogy érti? Mindkét esetben hipnotizáltam Elzát. A szó gyakorlati értelmében semmi különbség nem volt közöttük. De akkor miben volt különbség? A kezelések elengedhetetlenek voltak, hogy ez a kedélyállapota állapota és migrérohamai csillapodjanak. A kezeléseken csak miket nem voltunk jelen, a hipnotizőr és a médium. Ahhoz, hogy eredményt tudjunk elérni, magányra van szükség. Csendre, nyugalomra, meghittségre. Meghittségre? Értse jól a szavaimat. Egy médium másként viselkedik, ha tudja, hogy közönség figyeli, és másként, ha zárt ajtók közt nyugodt környezetben merül álomba. A tudatalatti reakciója ebben az esetben teljesen egyértelmű. Gyakorlatlan szem észre sem veszi a különbséget, csak annyit lát, hogy az alany hipnotikus álomba merült. És ami ez a gyógymódját illeti, a zárt kezelések alatt igazán önmaga tudott lenni. Csak a saját szervezetére kellett figyelnie, nem pedig arra, hogy mások mit szólnak a látomásaihoz. Akkor miért volt szükség ezekre a nyilvános szeánszokra? Ez a betegségei mellett kórusan kisítő volt. Folyton arról panaszkodott, hogy apja kegyelem tartja és halálos betegként kezeli, hogy a nővére az életére tör, hogy a cselédek őrültnek nézik. A szeánszok során úgy érezte, hogy mindenki szereti őt, mindenki kíváncsi a képességeire. Ha valaha is részt vett volna egy ilyen szeánszunkon, akkor ön is láthatta volna a ragyogó tekinteteket, ahogy ez a minden pillanatban lenyűgözte őket. Ez a lelkének volt erre szüksége, én is csak emiatt ragaszkodtam hozzá. Tudja, nem szeretem a feltűnősködést. A komoly munkát a kezelések alatt elvégeztem, de a nyilvános szeánszok alatt ez a önbecsülését is kicsit helyre lehetett billenteni. De és mi volt a másikok? A másikok pont abból adódott, hogy a szervezet különbözőképpen viselkedik a hipnózis során közönség előtt. Arra lettem figyelmes, hogy a nyilvános hipnózis is javítja ez állapotát, csak éppen egy másik oldalról. Ennek jelenleg nincsen semmilyen tudományos magyarázata. Úgy képzelje el, mint a hídépítést. A hidakat is két oldalról kezdik építeni. De a gyógyításban ez a felfogás nem a gyorsabb gyógyulás, ha úgy tetszik épülés kedvéért alkalmazandó. A kezelések során milyen gyógymódot alkalmazott? Kidolgoztunk Elzával egy terápiát. Ebben a kérdésben mindig ő volt az, aki irányított. Én valójában csak a segítője lehettem ebben. Elzának el kellett vonulnia a világtól, és saját magát gyógykezelnie. Amikor ez a álomba merült, mindig megkérdeztem, ez a kisasszony, most hova megyünk? Akkor ő megmondta az úti célt, tömire kihalt, csendes magányt keresett, és erre egy erdei tisztás, egy hegyi patak, vagy egy fensík volt alkalmas. Ezeken a helyeken tökéletes nyugalmat, boldogságot érzett, és belefoghatott az öngyógyításba. Hogyan kell elképzelni ezt az öngyógyítást? Sajnos nem tudok feleletet adni. Sokszor csak ültem és vártam, hogy megszólaljon, vagy valami jelzést adjon arról, hogy éppen hol tart. A reakcióit figyeltem, kezének vagy arcának minden apró rándulása lényeges lehet a hipnózis folyamán, de ilyenre is ritkán akadt példa. Magam sem tudom, hogyan csinálta, és hogy egyáltalán mit csinált. Ha egy fél óra elteltével nem jött tőle semmilyen visszajelzés, akkor megkérdeztem, hogy jól van-e, elérkezettnek látja -e az időt, hogy felébredjen. Mikor ez az idő eljött, felébresztettem. Arcára rögtön a kezelés után kirajzolódott, hogy eredményes volt-e a munka. Láthatja, hogy az én szerepem csak mellékes volt. Uh -huh. Ezen a ponton felfüggöztem a kialgatását. De arra kérem, ne hagyja el a várost, mert nagy valószínűséggel még lesznek kérdéseim ahogy kívánja. Jó, hogy jössz, fontos dolgokról kell beszélnünk. Akkor a bort ki se sem. Ellenkezőleg tölts ide, izibe. Mindent felforgató plegykákat hallottam szerémi grófnőtől. Mindjárt arra is rátérünk, meg Neokomra is, de előtte van itt még valami? Neokomra? Visszatért? Igen, már ki is hallgattam. Hol volt? Na, minden csak szép sójában. Levelet kaptam a minisztériumból. Azt akarják, hogy minden jegyzőkönyvet és feljegyzést küldjek fel nekik. Miért ennyire érdekes egy túzsíri lány halála? Nem elzára kíváncsiak, hanem a hipnózis miben létére. Úgy néz ki, hogy rádöbbentek odafent, mennyire veszélyes hagyni, hogy ez az áltudomány szabályozás nélkül szabadon garázdálkodjon. Még nem született semmi döntés, de úgy vélem, hamarosan új szabályozások jönnek a hipnózis gyakorlását illetően. Szabályozások? Bizonyosan! Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy a sajtó hogy nyilvánul meg ebben az ügyben. Arra kérnélek, fiam! hogy mindenképpen azt az álláspontot képviseld, mely szerint igenis van szükség korlátozásokra. Ha így tennék ezzel, azt a látszatot kell teném, hogy ez a halála a hipnózis közvetlen következménye. Ez nincs így. Én magam sem gondolom, hogy így lenne, mégis hiszek benne, hogy az önjelölt hipnotizőrökkel a törvényhozásnak igenis kell valamit kezdenie. Csak annyit ígérhetek, hogy tényszerűen fogjuk továbbra is tájékoztatni a nagy olvasókat. Tehát, mit mondott Szerémi grófnő? Hogy elvesztette a pört. Ha még szép. Utána kérdeztem. Az az istáló, amit el akart perelni a salamonéktól utoljára, Béla királyunk idejében tartozott a szerémiekhez, és akkor is szerződéses úton került ki az kezükből. Hihetetlen. Ezen kívül elmondta, hogy ez a kisasszonya birtokkal zsarolta Eleonórát, és így vette rá, hogy segítsen a látnoki tevékenységét alátámasztani. Olyan embereket gyógyított meg, akik nem is voltak betegek. Olyan kincseket raboltak el, amelyek nem is voltak ott. És Eleonóra végig segítette ezen hazugságok véghezvitelét. Micsoda egy família. Elhangzott Breyer Ádám és Körösényi Dániel a Hipnózis Halottja című hangjátékának hatodik része. Krudi Gyula, Jéger Zsombor Vizsgáló Schneider Zoltán Forgács gróf, Merc Tibor Szerémi grófnő, Molnár Piroska Nojkom Ferenc, Zsoltér Sándor Rikkancs, Körösényi Sámuel. Közreműködött Ferenc Juhász Éva. Elhangzott Antonin Dvorzsák Hámol Gordonka versenyének részlete. Gyártásvezető Lukácsi Zsófia. Dramaturg Teszler Tamás. Hangmérnök Ferenc János. Producer Felszegi Ádám. Rendezte Körösényi Dániel. A felvétel támogatta a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. A műsorszámot az Ametiszt Művészeti Kft. készítette a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.